Dombóvár sem feledkezik el a hagyományokról, egy őszi fesztivál keretein belül éltetik tovább azt a szokást, ami minden település életében egy meghatározó esemény volt ebben az évszakban. A település egyik iskolája hívta életre a mára már az egész város megmozgató rendezvényt. Több mint 20 éve zajlik minden ősszel ez a szüreti őszi fesztivál. Ugye a kezdeményezés a mi iskolánkból indult, a József Attila Általános Iskolából, és aztán nőtte ki magát az iskolai rendezvényből egy teljes várost érintő rendezvényé. Minden évben kicsit más, kicsit új, kicsi változások azért mindig vannak, de az alapja az mindig megmarad, és az ez a felvonulás mindenképpen. Azt az egy tanácsot kapják az osztályfőnökök, hogy valamiféleképpen kapcsolódjanak az őszhöz, akár hangulatában, színeiben, terményeiben, állataiban, jellemző állataiban, és ahogy láthattuk, igazán nagyon színes kavalkádot sikerült az osztályfőnököknek létrehozni, mert a hernyóktól a katicabogára, a levél és a mindenféle színeken keresztül tényleg mindent lehetett látni. Örömmel fogadtuk a hírt, hogy nem csak mi vonulunk fel, nem csak a mi iskolánk, hanem nagyon sokan fogadták el a meghívást, és jöttek táncos csoportok, a muslincák, a bordalt éneklő úri emberek, igazán mindig kellemes hangulatot csempésznek ebbe a felvonulásba, és nagyon örültünk az oktatási intézmények képviselőinek is a városból. Ők nem szoktak idáig, de most tényleg nagyon lelkesen és nagy számban jöttek, úgyhogy nagyon hálásak vagyunk, hogy megtiszteltek minket ezzel. A hagyományoknak a megtartása, őrzése, az egy nagyon fontos dolog, az ember kicsit a magyarság tudatát, a hovatartozását mindenképpen, hogy ez erősíti ezzel a felvonulással és a rávaló készülődéssel, és igen, az is hozzátartozik, hogy ilyenkor az osztályok egy kicsit jobban összekovácsolódnak, együtt vannak, egész nap készülődnek, jelmezt varnak, ragasztanak, úgyhogy ez mind a két szempontból nagyon fontos dolog. A József Attila Általános Iskolában a rendezvényt megelőzően tudatosan készülnek az osztályok erre a fesztiválra. A héten a dalok tanulása, hogy a hangulatuk meglegyen a gyerekeknek, kigondolják, hogy milyen jelmezeket készítenek, szülők segítségére sokszor számítunk, és tényleg kapunk is segítséget. Úgyhogy azért így a hét elmegy rá, de azt gondolom, hogy ezek megéri, ezek a ráfordítások. Ez nekik azért egy olyan helyzet, amihez igazából évente egyszer jutnak, és örülnek, hogy megmutathatják magukat, hogy együtt vannak, hogy együtt készültek. Ez nekik is biztos, hogy jó érzés, és valóban mosolyogtak, így van. Hagyományszerűen a fesztivál egy terményáldással vette kezdetét, ahol a település katolikus plébánosa Hegedűs János mondott áldást a felsorakoztatott termések, termények felett. Istenünk, a mai ünnepen kérünk téged, hogy áld meg mindazokat, akik vetettek, arattak, ültettek. Áld meg azokat a terményeket, gyümölcsöket, zöldségeket, virágokat, amelyeket idehoztunk a hála és a köszönet jeleként. Áldj meg bennünket is gondviselő szereteteddel, és add meg mindig mindazt, amire szükségünk van. Az Egyistennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon terméseinkre, ránk, és maradjon velünk mindenkor. Mindenkinek áldott, szép, örömteli délutánt és mulatságot kívánok! A szüreti program a Kapos Tánc Együttes bemutatójával folytatódott a Nagy Boldogasszony templom előtt, ahol igazi őszi hangulatot varázsoltak a szervezők. Ezután indult a karneváli hangulatot árasztó felvonulás a Sugaj Károly térre. A menetben jelen voltak az óvodások, valamennyi iskola diákja, mazsorettek, zenekarok, fellépők és az érdeklődők, akik elkísérték a menetet a későbbi mulatság helyszínére. A választás pedig nem véletlen, mondta el a polgármester. Hosszú évek óta úgy dompárodott van ennek az őszi fesztiválnak. Nyilván, ha őszinték akarunk lenni, ez egy szüreti fesztivál volt valamikor, de hát nyilván ma már a technika ezt nem teszi lehetővé, és itt az elmúlt évtizedben egy őszi fesztivál lett. A terményáldás, mint hagyományt, ezt megőriztük, ezért is mindig a katolikus templom elől indul a menet, miután a betakarított terményt a plébános úr megáldja. Az idén még színesebb és bővebb lett ez az ünnep, hiszen a város minden iskolája csatlakozott, és egy-egy osztály együtt vonult az Újdonvári József Attila iskolásokkal. Remélem, hogy ezzel még tovább tudtuk konzerválni ezt a hagyományt. Tavaly évben jöttünk le először ide az új helyszínre, több idős emberrel beszélgettünk, és az Újdonvári búcsúnak mindig ez volt a helyszíne, és sokkal jobban el tudunk itt helyezkedni, mint hogy a körforgalomnál voltunk, és a templom is egy nagyon kevés atrocitásnak van kitéve, és meg tudják tartani az estés a reggeli szertartást is. Ma azt gondolom, hogy az idő is kegyeibe fogadott minket, hiszen pont annyira van jó idő, amíg még elviselhető. Rengeteg ember van, és nagyon remélem, hogy mindenki megtalálja a kedvére valót, és jól fogja magát érezni, és jövőre még többen leszünk. A dombovári őszi fesztivál késő estében nyúlóan várta az érdeklődőket.